Hát itt vagyok a három dobogóssal a 11. Féder országos bajnokság döntője után. Sorrendben kérdeznélek benneteket, ugye összesen, ha jól számoltam, 7 magyar bajnoki cím van, Attilának 3, Petinek és Matyinak pedig 2-2, és te is egymás utáni évben szerezted meg azt a 2-t, Peti is, Attila, te pedig nem egymás után, megszakításokkal, de 3. Kettőt egymás után, te is, és utána egyet külön. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy parádés mezőnyben sikerült azért diadalmaskodnotok. Attila, először téged kérdezlek, mint korelnököt is, hogy mi volt ez a persze Alcsi-szigeti holti szám? Ennek a pecának a sajátosság az, hogy rengeteg apró halat kell fogni. Ilyen sok fordulóban, ilyen 150-160 darabok is kijöttek az 5 óra hossza alatt, és így arra kellett vigyázni, arra kellett nagyon figyelni, tudtuk előre, hogy borzasztó pici különbségek lesznek. Ebből kétszer nem olyan jól jöttem ki, de hál' Istennek 2 alkalommal viszont sikerült megnyernem a szektoromat. Zömében törpeharcsákat fogtam, a mai forduló volt kivétel, aminek a végén sikerült 2 szép pontot zsákmányolni, 1-2 kilósat, illetve a vége előtt 1 perc, 20 másodperccel akasztottam egy ilyen kiló körüli pontot, az is meglett. Matyi, neked hogy volt ez a Alcsi-szigeti peca? Hogy készültél erre föl? Te mit horgáztál? Úgy jöttem le, hogy 10 ponton belül szeretnék csinálni, maximum 10 pontot, 2-3-assal, meg 2-2-esen, ez sikerült is, hál' Istennek. Akkor úgy gondoltam, hogy akkor nem lesz veszélyben a dobogó, tehát akkor meg lesz a dobogó, ez volt a cél. Én úgy készültem, hogy alapvetően törpére, de a verseny napokra és a feletetés hatására elkezdett keszegesedni a pálya, meg kárászosodni, megjelentek pontyok is. És akkor szakaszokban voltak keszegek, néhol inkább kárászos szakaszok voltak, néhol nagy keszeg volt, néhol kis keszeg, ezekhez kellett alkalmazkodni szerintem, és minden szektorban, bal vagy jobb oldalának megvoltak a sajátosságai, amihez akár menet közben is kellett alkalmazkodni. Az első fordulóban viszonylag nagy halakat sikerült fognom, jó helyen ültem az alszektorban, másnap már vegyes peca volt, törpét is, kiskeszeget is fogtam, ma például meg szinte végig törpéztem, egy keveset keszegeztem csak, de egy szűk 2 kilót így is sikerült fognom, de érdekes, hogy már például nagyon eltűnt a keszeg, viszont nagyon jó átlagú törpéket tudtam fogni, majdnem 9 dekás volt az átlagok. Igen, nem is tudom, hogy volt-e 2-1 forma forduló? Nem. Forduló más kellett csinálni. Igen. Köszönöm. Peti, hát kérlek, értékeld akár ezt a versenyt, akár ezt az évet, mert szerintem már véget ért az év, ugye már most nincs több verseny, országos bajnokság, amin indulnod, még egy világbajnokság nyilván az még hátra van, országos bajnokságokkal végeztünk, még azért ott lehet egy szépet, remélem, hogy még kiegészíteni ezt az éremgyűjteményt. Hogy értékeled a versenyt, vagy akár az egész évet? Hát az évet azt úgy, hogy azt hiszem, hogy 2020-at nem fogom tudni felülmúlni, ma is egy számomra tökéletes év volt, én azt úgy értékeltem, de ezt az ideit ezt sikerült felülmúlni szerencsére határos módon, de nagyon boldog vagyok, szóval egy évei tragédia után egy ilyen év a horgászatban, sokan mondják azért, az X-re játszik, talán ez az év által ez igaz lett, de most így nehéz megszólalni, ez biztos egy címvédés után. Erre a versenyre pedig úgy készültem fel, hogy itt volt egy 25-ös magyar bajnokság úszóval, 20-os bottal, ott szintiszt a törpacsát kellett fogni keszeg nélkül, ott majdnem úgy buktam a magyar bajnokságot, hogy megpróbáltam pontot fogni, meg keszeget fogni, így sok pontot összeszedtem sajnos ennek következtében. Ide így úgy jöttem le, hogy akkor törpe harcsázunk. Na hát ez edzésapkor nem nagyon jött össze, mert nem volt feltetve a pálya, elég szarul fogtam a törpe harcsát. Majd ahogy mentünk bele az időbe, ide jobb lett, és próbáltam arra törekedni, hogy minél nagyobb átlagsúlyt fogja. Nem csak darabszámot, hanem próbáltam növelni az átlagot, amit úgy nagyjából sikerült, mert a környékemhez képest nagy törpéket fogtam átlagba, de én csak is kizárólag szinte törpeharcsát akartam fogni, mivel 3 nap nagyon jól jártam, de a mai nap sajnos erre ráfáztam, mert ott azon a szakaszon nem volt törpeharcsa, és így belenéztem egy 6-osba, de megérte. Összességében azt gondolom megértem, mert így is, ha jól számoltam, akkor sikerült megnyerni ezt a 4 etapot súlyban, mert Tóth Erik, aki végkeszegezte, ő lett a második, pont egyenlőségben, de súllyal lemaradva. Nagyon szépen köszönöm, és hát gratulálok, jövőre pedig szerintem a Féder világbajnokságon majd Ukrajnába fogunk veletek találkozni. Hajrá, aki pedig még ugye mind a hárman mentek ugye Plovdivba, egy hatalmas nagy görbülést kívánok, nem mondom azt, hogy sok sikert, mert az gobbanás. Gratulálok, Attila. Köszönöm szépen. Péter, Matyikán. Köszönöm szépen. Fantasztikus volt. Köszönöm.